Így pöfögött Tari István 350-es Ézsé motorja, amelyet a kedvünkért indított be. Mint kiderült, nemrég lehet bele új életet. 2 éve vettem elő, akkor kezdtem javítgatni, szedni hozzá alkatrészeket össze, tehát ez volt a lényege. Előbb kezdtem már a veteránozás minden, vannak másik motorjaim, én veterán motorok itt mellettem is van, de ezzel volt a legutolsó, amit most megcsináltam. Most ott levizsgáztatva, egy orosz motor, ha többek között úgy emlékszem, hogy ukrán gyártmány, ez a játék, 350 köbcenti. További 2 kerekűeket hozott a marosparti találkozóra a Békés Csabai Ipartestület veterán motoros klubjának tagjai. Az elnök megosztotta velünk, hogy kaptak az alkalmon. Örültek a kimozdulásnak, hiszen a koronavírus miatt minden rendezvény elmaradt. Kaptuk ezt a jelzést, hírkákban mondom, akkor otorozunk egy jót, jó az idő, új ismerősökre próbálunk szert tenni, meg próbálunk esetleg egy új kapcsolatot kialakítani, hát ha sikerül egy hosszabb távú kapcsolatot, és akkor ez a veteránozásnak egy nagyon fontos része. Szolnokról érkezett Volvójával Starc Tamás, aki 2 éve tulajdonosa a veterán 4 kerekűnek. Elmondta a kiállító, hogy fiatal korában követte a Simon Templer sorozatot, amelyben volt egy Volvo P1008-as autó, és nagyon megtetszett neki. Innen a rajongása a jármű iránt. 74-ben végeztem műszaki végzettségem, a gépészmérnök vagyok, és mikor ezt az autót megláttam, teljesen meg voltam döbbenve, hogy már 74-ben ajtómerevítés van benne, oldalmerevítés, elől-hátul biztonsági öv, első-hátsó lökhárítók, teleszkóposak, tehát a kisebb koccanás ellen védenek. Hozzátette, elől-hátul tárcsafék, valamint benzines, injektoros és még kléma is van benne. Természetesen nem csak veterán jármű tulajdonosok, hanem érdeklődők is nagy lelkesedéssel vették szemügyre a szebbnél szebb darabokat. Rajongok az oldtimerekért, ezért jöttünk el, hallottuk, hogy itt lesz ez a bemutató, és eljöttünk, én még itt fényképezkedek. Autók, illetve gépjárművek varázsában én is benne vagyok, autóversenyzek, és természetesen technika, hát minden technika érdekel, minden technika gyönyörű, főleg ezek a régebbi fajta gépjárművek. A hagymaház előtti és mögötti téren is ikonikus autók, Ford modellek és különféle oldtimerek bukkantak fel, amelyet a hétköznapok során nem lát az ember.